Sziasztok! Már érkezem is az augusztusi nem szeretem, szeretem videóval. Igazából ebben a nem szeretem egyetlen egy termék formájában fog megjelenni. Úgy tűnik, hogy testápolás terén is abszolút szerencsés voltam ebben a hónapban. Úgyhogy kezdjük is ezzel a csalódással. Legyünk túl a nehezén. Ez az Oriflame Volume and Style Styling Mousse Stronghold nevű hajhabja. Tehát ez azt ígéri, hogy erős tartást fog biztosítani a hajnak. Ezzel szemben viszont eszméletlenül puha és nehezen kezelhető lesz tőle a hajam, tehát még a frissen mosottságnál is fokozottabban csúszik, és nem fogad szót a hajam. Szóval arra, amire ígérik, hogy ez erős tartású lesz, abszolút nem vált be. Az illatát egyébként szeretem, de ezen kívül sajnos ez csalódás volt. Nem tudom, hogy ez még kapható-e, lehet, hogy már megújult a formula, és lehet, hogy az új formula az teljesen jó, de ez sajnos nem vált be. És most következik a sok-sok szeretem, tehát kedvenc, ugyanis nagyon-nagyon sok dolog kedvencé vált ebben a hónapban. Van, ami már visszatérő termék, és már találkozhattatok vele, vagy elfogyott videóban, vagy kedvences videóban, és vannak itt újonnan említett dolgok is. Kezdjük az arcápolással. Ez egy már emlegetett kedvenc termék, az Alverde tonikja. Alverde Clear iszapos arclemosó tonik 150 ml. Ezt feltehetően zsíros bőre ajánlanák, viszont én arra használom, hogy sminkelés előtt áttörlöm vele a bőrömet, többek között a szemhéjamat is, hiszen nagyon olajosodásra hajlamos a szemhéjam, és ezután viszem fel a termékeket az adott helyekre, és ezáltal, hogy a meglévő olajosságot eltüntetem a szemhéjamról, és ezek után kerül fel a szemhéjalapozó, tartósabbak lesznek a szemfestékek, és nem ülnek be a redőkbe, még akár 12 óra után sem. Egyébként azt mondja, hogy miteszerek ellen is teljesen jó, pattanásos, miteszeres bőrre, indián asszony gyökér kivonattal, ez ilyen 800 forint környéken kapható a DM-ben, nagyon nagy kedvenc. Azon kívül, hogy elég erőteljesen alkoholos illata van, maga az alapillat az nagyon-nagyon tetszik. Aztán egy másik arcápolási termék, az Avon Planet Spa golyibogyós revitalizáló arcmaszkja. Ez egy teljesen átlátszó, géles jellegű arcmaszk, ami nem szárad ki, nem lehúzható, hanem csak fel kell hagyni egy bizonyos ideig, és elég jól beszívja az ember bőre, és ezek után kell vízzel leöblíteni. Azt vettem észre, hogy nagyon jól kisimítja a bőrömet, feltölti életerővel, és valahogy feszesebb lesz az egész, úgyhogy ez nagyon nagy kedvenc lett, és mindenképpen újra vásárolom majd, hogyha elfogyott. Egyébként úgy szoktam felvinni a bőrömre, hogy van még az Oriflame-től rendelt arcmaszk felvívő ecsetem, tehát egy szintetikus ecset, és azzal dolgozom el a bőrömön a kellő helyeken. És ez nagyon jó, mert amikor valamiért itthon dolgozom, akkor közben akár ilyenekkel is tudom kényeztetni magam, egy ebédszünet helyett akár arcmaszkot teszek föl inkább. Arcápolás nincsen több, úgyhogy következzen mondjuk a hajápolás. Ebből nagy kedvenc lett a Balea hajmaszkja, hajpakolása. Ez egy barackos, mindjárt mondom, Balea hajmaszk, selyemfényű, 200 ml, erőtlen és fénytelen hajra, és szilikonmentes termékről van szó, ennek ellenére, ha jól emlékszem, 400-500 forint környékén kapható. Úgy szoktam felvinni a hajamra, hogy amikor egyébként is viszonylag több időt töltök a kádban, tehát arcpakolás is fölteszek, vagy szőrtelenítek, vagy ilyesmi történik, akkor hagyom rajta 10-15 percig, és nagyon jó illatú és fényes, puha lesz tőle a hajam, úgyhogy mindenképpen újra vásárolom majd, hogyha ez elfogy, mert nagyon szeretem, és nagyon jó a hajamnak. Hajápolás több nincsen, úgyhogy egy arcápolási termék kimaradt, mert pici. Ez a szépségboxomban kapott Ahava arcápoló, archidratáló kis krémecske, amely tisztaság, púderillatú, viszonylag sűrű, de jól felszívódó krém, és mivel most másodikat is kaptam egy augusztusi szépségboxomban, nagyon örülök neki, ugyanis ez már mindjárt elfogy. Ideális hidratáló krém arcra, fényvédő ugyan sajnos nincsen benne, de egyébként teljesen jó, és mivel általában fényvédős alapozót használok, illetve leginkább hidratáló krémet, színezett hidratálót, azért nem zavar az sem, hogy fényvédő sincsen benne. Testápolás terén az első mondjuk legyen a Body Shopnak az Epres dezodora, viszonylag alkoholos dezodorról van szó, amely egész nap kitart egy átlagos munkanapon, tehát ki kell hangsúlyoznom, hogy testedzés esetén ez nem elég, tehát tényleg nem eléggé izzadásgátló, viszont a hétköznapokra teljesen jól bevált, ugyanis még a nap végén is érzem az eperillatot magamon, úgyhogy nagyon szeretem, annyit kell róla tudni, hogy borotválás után érzékeny bőrre nem ajánlott felvinni, viszont másnap már bátran használható. Ezt is nagyon szeretem. Aztán van itt egy olyan termék, amely egy termékcsaládnak a több
tagját is. Tehát mondom, The Body Shop, mandarinos szacumás tusfürdő az első. Nagyon szeretem, nincs benne olyan anyag, amitől száradna a bőröm, jól tisztít, tartós az illata, isteni, tehát a fürdőszobában órákon át nem marad a bőröm, én is, hogyha nem használok utána testápolót, de általában testápolót is használok, mostanában szorgalmas lány vagyok, és annyira tetszik az illata, hogy megvettem ezt készfertőtlenítőben is, illetve a múltkor említett parfüm is ugye megvan nekem, imádom, tehát ennél jobb illatú parfüm szerintem nem is kell nyárra, csak mandarin illat, semmi körítés, viszonylag tartós, de azért úgy dél időben szoktam frissíteni magam, hogy érezzem. A kollégáim is nagyon szeretik, nem egy tolakodó illatról van szó, és nagyon jól felfrissíti az embert, és szerintem ezek a citrusos illatok valahogy jobb kedvre is terítik azt, aki használja őket, úgyhogy ez nagy kedvenc, mint látjátok, már fele elfogyott, úgyhogy szerintem újra fogom ezt vásárolni, ha kifogyott, mert a többi parfümöm mellett ez egy abszolút állandó kedvenc mostanában. Testápolásban ismét megemlíteném az Aqua Colonia bazsalikomos narancsos tusfürdőt, amelyet szintén szépségboxomban kaptam. Már mindjárt el fog fogyni, és már megvan a másodpéldány belőle, mert ez egy olyan állandó kedvenc, hogy amikor egy kicsit olyan luxus élményre vágyom, akkor ezt szoktam használni. Frissítő jellegű, áttetsző gél egyébként, amelynek nagyon gazdag habja lesz, tartós az illat a bőrön is, és a fürdőszobában is, úgyhogy nagyon szeretem. És egyébként nagyon tetszik ez az elegáns adagoló, szerintem meg fogom tartani kézmosó adagolónak, mert ügyes is a csőre, tehát nem lövelli ki sokszor mondjuk a terméket, mint más ilyen adagolós termékek, és szerintem nagyon-nagyon elegánsan néz ki az arany és ez a díszítés rajta. Egyébként ezt az a cég gyártja, amelyik az eredeti kölni vizet is gyártja, ezt érdekes dolog tudni. Aztán van itt egy olaj, ami még az Oriflame-es időkből van nálam. Ez egy ilyen sokféle olajat tartalmazó ápoló olaj, amely használható akár hajra, akár bőrre, illetve fürdővízbe. Én főleg erre szoktam használni. Olyasmi illata van, mint a 101 gyógynövényes olajnak, amelyet gyógynövényboltokban lehet venni. Nagyon-nagyon szeretem, és jó belesimulni úgy a fürdővízbe, hogy ez benne van, mert már szinte a vízben azt érzem, hogy sejmesebb lesz tőle a bőröm valahogy, mint hogyha a vízből oda vonzaná a bőröm magára, és ez rátelepszik, és akár a testápolózás is kihagyható emiatt utána. Nagyon-nagyon bevált termék, nagyon szeretem, mostanában kezdtem újra használni. Ha elfogy, akkor vagy ezt vásárolom újra, vagy az említett gyógynövényes verziót ugye a gyógynövényboltból, mert nagyon jó a bőrömnek. Van itt egy kézápoló termék még, az Avon Avon Naturals termékcsaládból a levendulás kamillás. Levendula illata van, az a kellemes fajta, nem túl tolakodó fajta. Nagyon szeretem a levendulát, így nyár végén nem tudom miért, mostanában ez szokott megtörténni, hogy nyár végén levendula illatot kérek magamra, és több terméket is beszereztem, többek között ezt még régebben egyébként, csak most vettem elő, sajnos ez a verzió már nincsen, de remélem esetleg visszahozzák, ugyanis például a vaníliás verzió az most ért vissza a katalógusokba. Egyébként egy közepes sűrűségű, nagyon jó ápoló krémről van szó, azt nem tudom, hogy mondjuk a téli kiserepesedett bőrt is rendbeszedi-e, de most kifejezetten jól esik kézmosás után használni, hiszen reggel már hűvös az idő, és a kézbőröm is ezt már megérezte. És végül két testcsadír következik, amelyek hasonló szinten állnak nálam kedvenség terén, hogy úgy mondjam. Az első az Avon Planet Spa mediterrán olívaolajos és narancsvirágos bőrradírja. Őszintén szóval nem tudom, hogy az új csomagolásban ez létezik-e még, de nagyon remélem, mert hogyha ez elfogy, akkor én mindenképpen szeretnék utánpótlást szerezni belőle. Viszonylag sűrű krémről van szó, közepes nagyságú részecskékkel. Az illatát soha nem tudom meghatározni, de a múltkor az rémlett föl, hogy az OC samponok és balzsamok illatvilágára jellemző ez az illat is, tehát viszonylag karakteres illatról van szó, de engem nem zavar, még így nyáron sem, hiszen nem az az édes fajta. És mivel viszonylag sűrű és viszonylag azért nagyobbak benne a részecskék, ezért ezt ilyen hetente egyszer szoktam használni, és utána mindenképpen testápolózom, hogy akkor tényleg az elhalt hámréteg után kapjon még egy kis löketet a bőröm, és még puhább lehessen. Csak ajánlani tudom, hogy ha ez kapható, akkor szerezzétek be, mert tényleg nagyon jó termék. És az utolsó, a szintén bőrradír, a Ziaja narancsos bőrradír, amelyet a múltkor említettem egy zsákmányos videóban, 329 forintért jutottam hozzá a komáromi Rossmannban. És ez egy olyan termék, hogy egyszerűen tökéletes narancsillata van. Ez az első, amit említenék róla, tehát tényleg, mint amikor hámozzátok a narancsot, és a narancshéjból úgy kilövell a kis illóolaj, na ez ugyanaz az illat. Így néz ki a termék.
viszonylag sűrű, géles jellegű termékről van szó, viszont aprók benne a radírozó récecskék, tehát nagyon gyengéden masszíroz, radíroz, és emiatt hetente kétszer is akár szoktam használni, és nem feltétlenül szükséges utána testápolót használni, mert ápolóolajok is vannak benne, az én bőröm legalábbis úgy érzi, hogy kifejezetten táplált lesz tőle, és nem feltétlenül szükséges testápolózni utána. Így tudom ajánlani mindenképpen, egyébként a szépségboltban is kapható 1000 forint körüli áron, onnan is beszerezhető, de mondom, Rossmannokban érdemes körülnézni, ahol tartanak Ziai a bőrradírt, hogy hát, ha meg tudjátok ti is venni ezen az akciós áron, szuper termékről van szó. Ezek voltak tehát ezek szerint főként a kedvenceim augusztusból testápolás terén. Az augusztus ezek szerint jól sikerült nekem mindenféle szempontból, hiszen a smink termékek terén sem ért semmiféle csalódás. Most kezdődik viszont a tesztidőszaka a legújabb sminkes zsákmányaimból, úgyhogy remélem, hogy ott is ez folytatódni fog, de sajnos előfordulhat, hogy lesz ott csalódás, itt szurkoljatok, és mindenképpen lesétek a blogot, mert a tesztek ott fognak megjelenni, színmintákkal együtt, a termékek közeli fotójával együtt, úgyhogy aki esetleg a múltkor nem jól látta a videóban, az nézzen be oda, és ott meg tudja nézni alaposabban majd a termékeket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, jönnek majd a hasznos tippes videók is mostanában, mert sok ötlet felmerült bennem, illetve majd a táskás videó is nem fog elmaradni, tehát mindenképpen fent van a listámon. Igazából lehetne az a címe, hogy nincsen a táskámban, mert nagyjából elveszett német katonák is vannak benne, de igyekszem majd leszűkíteni arra a körre, amely tényleg hasznos lehet egy táskában, hogy velünk legyen egész nap. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, és gyertek továbbra is. Sziasztok!